Egy gyors Black Mirror 6. évad kibeszélünk, mi nagyon szeretjük ezt a sorozatot, imádjuk. Az előző évad nekem annyira nem tetszett, nem tudom, nekem az kicsit ilyen felszínes volt, meg összecsapott. Szóval az első 4 évad az szerintem zseniális volt, főleg ott volt a White Christmas, meg a Black Museum, tehát ezek a részek voltak, amik úgy összefoglalták azt, hogy ez az egész univerzum miről szól, és mitől ilyen hátborzongató, és ilyen disztópikus, és ilyen magával ragadó. Aztán itt a 6. évadban megnézzük az első részt, tehát az előző videónkban ezt ki is beszéltük, ezt a Johnny's Awful, tehát hogy igen. Mi ezt ki is beszéltük ezt a részt, ami tényleg Black Mirror-os. Azt is mondtuk, hogy na ez az évad, ez így fasza lesz, hogyha így indul, tehát, hogy, tehát annyira rossz nem lehet. Aztán kiderült, hogy ez nem Black Mirror. Ez az évad, ez már nem Black Mirror. Ez az egy rész. Ez az volt. A másik többinél, ez ilyen, akár elmehetett volna egy akármilyen B-kategóriás random filmnek, amit csak így felteszünk a Netflixre. Így külön-külön. Kicsit kibővítve másfél órába. Tehát, hogy itt kapunk fantasyt, krimit, mindent, de Black Mirror nagyon nem. Körülbelül annyi társadalom kritikát tartalmaz, mint igazából más mezei film is. De a Black Mirror pont arról szól, hogy szíven döf az igazsággal. Itt ez nem történik meg. Az első részen kívül. Az első részen kívül. Azt szerintem arról már... Arról már beszéltük, nézzétek meg az előző videót, és akkor ott nagyjából képbe lettek. Hozzáteszem, az egész spoileres, úgy is kírom. Úgyhogy, a második rész meg ez a Loch Harry. A Loch Harry, ami egy mezei krimi, tehát... Igen. Igen, értjük a végét, ott is a Netflix most valahogy nagyon önkritikus ebben a 6. évadban, nem tudom, mit akartak ezzel elérni, de nem sikerült. Nagyon nem sikerült nekik önkritikusnak igen, lenni. Igen, mert ez már az első részben is. Az első részben is önkritikusak akartak lenni, hát nem sikerül, mert nagyon gyenge, hogyha azok igen. akartak volna lenni. A lényege az, hogy hát igen, a dokumentumfilmek mögött rejlő valóság az igenis tapintható, és mi csak így nézzük a Netflixen keresztül ezeket a dokumentumfilmeket, ahol mit tudom én, bérgyilkosról van szó, nem ilyen erőszaktevőről van szó, nem tudom mi. Nekünk ez egy szórakoztató ipari élmény. Igen, viszont akik ebbe szerepelnek, azok meg ez az egészet még mindig ugyanúgy élik meg, mint amit valójában látjuk, csak mi ezt nem éljük át, vagy hát nem érzékeljük úgy, mint ők. Ez volt a megfejtés ennek a résznek. Igen, de ez megint nem Black Mirror. Nem Black Mirror. Ez egy jó kis... Szórakoztató volt, igen, jó rész volt. Igen, jó kis krimi-szerűség de nem, volt. Nem az, amit egy Black Mirror résztől vársz. Igen, tehát hogy nem csapott arcon az igazság, igen, tudjuk azt, hogy így a dokumentumfilmeknek az igazság alapjául szolgáló történetekben szereplő emberek, hát valószínűleg attól függetlenül, hogy a dokumentumfilm által, mit tudom én, jutnak némi nyereséghez, esetleg még fel is kapják őket, vagy nem tudom, a médiában esetleg ismertek lesznek, még mindig szenvednek az események miatt. Igen, tehát szórakoztató volt, de nem ezt várna az ember egy ilyen sorozattól. A harmadik az a Beyond the Sea. A Beyond the Sea ugye a két főszereplő miatt lett nagyon felhájpolva, és most mindenki hiperventilál, és mennyire imádják ezt a részt, pedig amivel nagyon erősen operált a Black Mirror, az, hogy elmagyarázta neked, hogy most éppen mi zajlik ott az orrod előtt. Attól függetlenül, hogy volt egy csavar benne mindig. De mintett, hogy tudtad az alapvető elemeket, amiből felépül ez a világ. És én ezt nem szeretem, amikor alapvető kérdésekre nem adja meg nekem a választ. De nem az, hogy választ nem ad rá, nincs rá válasz. Az, hogy androidok vannak a Földön, fent pedig az űrhajósok vannak, és a tudatuk pedig átszáll ezekbe az androidokba, vagy replikákba, és amíg ők fent vannak az űrben, a tudatukkal a replikán keresztül tudják élni a saját életüket. Ez egy tök jó felvetés, de hol játszódik az 50-es, 60-as években? Hát igen, valahogy igen. Hol a válasz arra, hogy akkor hol volt ilyen technológia? Hát arra nincs válasz. Arra, hogy hova megy az űrhajó, arra, hogy miért a replikák vannak a Földön, és miért nem az űrbe rakják az androidokat, mert a tudat az, most nem mindegy, hogy az űrből jön le, vagy a Földről megy föl. Igen, tehát igazából távirányítású is lehetett volna ez az egész űrhajó, aminek még mindig nem tudjuk, hogy mi a missziója, pedig ez egy nagyon fontos eleme lett volna az egész résznek. Hát a vége lévő cselekmény szempontjából. Igen.
Tehát erre se kapunk választ, és egy ilyen, kapunk egy szép drámát. Nagyon jól játszanak benne a szereplők, szerintem hozzáteszem, engem szórakoztatott. De basszus, tehát ez nem egy Black Mirror. De én vártam a hátborzongató, disztópikus, tehát agyhalált, amit megkapok ettől a sorozattól, vagy meg szeretnék kapni már az 5. évad óta, mert ott már nagyon nem kaptam meg. De itt se. Egy nagyon jó kis dráma, aminek a vége annyira irreleváns, pontosan azért, mert nem tudjuk, hogy maga a küldetés, amin vannak, az mennyire fontos, mennyire jelentős. Mert ha nagyon jelentős, akkor a címszereplő le tudja nyelni azt a tragédiát, amit átélt, és együtt tud élni azzal az emberrel, aki neki okozta a legnagyobb tragédiát az életbe. Csak azért, hogy ő is átélje azt, amit ő. Akkor, hogyha egy sokkal magasabb célért menek. Mit tudom én, keresek egy exobolygót, mert a Föld pusztul és haldoklik. Akkor ezeket lenyeli, mert egy sokkal nagyobb cél érdekében mennek. És akkor így azt mondom, hogy jó, a végén kapsz egy dilemmát. Mi a dilemma? Az, hogy a sokkal nagyobb cél érdekében lenyeled azt, hogy akivel 15 négyzetméteren belül te létezel, az megölte a te családodat, vagy inkább bosszút állsz. Ez is egy dilemma, de még mindig nem Black Mirror. De még ezt a dilemmát sem kapjuk meg. Igen, tehát el is azt mondom, szép, jó, nagyon király, ennek ugyanúgy nincsen vége, mint mostában a legtöbb filmnek. Tehát, igen. Tehát mostában a filmeknek nincsen vége. Nagyon jó, örülünk neki, de ez sem Black Mirror rész. Lényeg az, hogy én őszintén ezt a részt ajánlom mindenkinek, de ez alól is tehát kivenném a Black Mirror. Tehát ez nem az. Nem, igen, abszolút. Ez nem Black Mirror. Egy jó kis science fiction, de igen, jó volt, nem jutunk el, nem jutunk el egy olyan, nem jutunk el arra azokra a következtetésekre, nem nézünk bele a tükörbe, a fekete tükörbe. Igen. Egyszerűen. Igen. Tehát megint nem azt adta sajnos. És igazából ez a negyedik rész a Maze Day sem, ami tulajdonképpen egy, tehát nem is értem, tehát hogy persze van benne társadalom kritika, az, hogy a mennek a sztárok után a fotósok, és hogy igen, nem jutott eszembe, köszönöm. Tehát, hogy, és folyamatosan mindenféle tragédiát, és még piszkálják is őket, hogy jó fotókat tudjanak készíteni, tehát ez valahol egy ilyen kritika. De utána ez a sztár, akit elkezdenek követni, ez kiderül, hogy vérfarkas lett. Mi van? Tehát, hogy most megint hogy jön ez az egész? Nem baj ez se, mert én amúgy hozzáteszem az ilyen deltórói világokat, mert ez szerintem az inkább ez a Rémségek tárháza nevezetű, szerintem ugyanúgy Netflix sorozatba tettem volna bele ezt a részt, ezt a megtalálják, és a végén kiderül, hogy vérfarkasról van szó. Esetleg még mondhatnám az, hogy ez is egy kritika azzal kapcsolatban, hogy a pénz és az emberi gyarlóság, és az, hogy végignézzük egy embernek a tragédiáját, még úgy is, hogy a kezébe adjuk a fegyvert, hogy lője le magát a saját szenvedést, tehát még mi nem adjuk meg neki a kegyelmet, és lőjük. Még a halála sem lesz méltó, pontosan azért, mert mi tesszük méltatlanná a halálát, hogy közben lefényképezzük, és eladjuk ezt a esetleg fotó vagy videósorozatot. Én ezt mind értem, de ettől még mindig nem kapom meg azt, amit a Black Mirror-tól megkaptam. Ez egy horror, aminek a végén levonunk egy olyan következtetést, amivel még mindig nem vág minket arcon a sorozat. Tehát, hogy a Black Mirror az az egyetlen olyan sorozat, legalábbis számomra, ami a mi létezésünk, a mi létsíkunkon lévő problémákat mutatja be nekünk. Abban a körítésben, amely körítés, hozzáteszem, már most itt van sok esetben, vagy csak egy lépésre vagyunk tőle. Nem vérfarkas. Igen, átváltozik a csaj vérfarkassá, és akkor legyen az... Tette komolytalan, nem? Legyen az a... És akkor legyen az, hogy a paparazzok rosszak. Tehát, igen. Vannak ennél sokkal fontosabb dolgok szerintem a világban, hogyha már csak 5 részt csinálunk ebben a mai világban, ahol már nem is kéne nagyon disztópikus jellegű formátumban megvalósítani ezeket a részeket. Csak körül kell nézni, hogy mi van a jelenben. Jó, az utolsó rész, ez a Demon 79. Ez egy kicsit ilyen
a fai kérdéseket, meg a bevándorlást, meg ezeket feszegeti, mellé a hallucinációkkal, meg hogy sokszor bolondnak tartunk olyan embereket, akik látnak, hallanak dolgokat, és aztán az még lehet, hogy valóság is. De megint igen, nekem ettől... Egy színesbőrű, mentális és fizikai harcát mutatja be gyakorlatilag a rasszizmussal szemben. Egyrészt. Másrészt pedig meg, mint beleteszünk mit, fantasyt. Talál valami amuletet, vagy nem tudom mit, és az a nagy dilemma, hogy na meg kell ölni három embert, vagy különben eljön az apokalipszis. Igen, tehát hogy belelátom, hogyha nagyon művészi akarok lenni, akkor belelátom, hogy mit akar mondani. Nagyon bele lehet erőltetni nagyon sok mindent, de ez megint mondom, tehát, hogy ez nem Black Mirror. Igen. A vége pedig semmilyen. Főleg és megint ugye ott voltunk, hogy nem a jelenből vagyunk, hanem ez megint valahol a múltban. Igen, valami alternatív univerzumban volt. Igen. Alternatív múltban volt. Tehát, hogy igen. Főleg azért, mert ugye hát volt egyben egy easter egg, ami aztán az előző évadban volt, ez a ugye robotkutya ment. Igen, robotkutya ment egy ilyen disztopikus jövőben, ami össze-vissza gyilkolázta az embereket, és itt mutatták azt, hogyha nem ölöd meg, akkor, vagy hát ez az embernek belenézett gyakorlatilag ez a démon a lelkébe, és látta, hogy ő egy rasszista, nem tudom, globálisan uralkodó akárki lesz, faszi lesz, és akkor ebből fog következni az, hogy a jövőben pedig ilyen robotkutyák fognak menni, ezzel utalva az ötödik részben. Tehát az megtörtént akkor, mert az ötödik évadban, hogyha ez abban az univerzumban játszódik, viszont itt a vége pedig mi? Hogy felrobbantják ez egész földet. Vége a világnak. Igen. Tehát, hogy logikátlan. Igen. Ebből a szempontból. Pedig az még utalhatott volna arra, hogy a végén valahogy mégsem fog elpusztulni a világ. Igen. Oda kellett volna egy csavart csinálni, de... Ezzel, hogy tényleg a végét azt így zárták le, meg ez az egész démoni dologgal egy kicsit nekem, meg én nem. Tehát nekem ezért tetszett a Black Mirror, mert úgy el tudtad képzelni, hogy akár még ilyenné is válhat a világ. Igen, és erre lehet mondani azt, hogy persze ebbe bele kell látni azokat, de nem erről szól a Black Mirror. Tehát, itt nem arról van szó, hogy van egy cselekmény, és akkor a cselekménybe mi lássunk bele dolgokat, hanem itt van a mi világunk. És ez a mi világunk, tessék, és oda teszi elénk. Hogyha nem most, a jövőben ez van, mert látod azt, hogy most itt tartunk, és akármikor következhet ebből az, amit mutat nekünk a Black Mirror. Igen. Ezek a részek jók egy másik sorozatba, vagy egy egész estés filmnek, de nem Black Mirror. Igen. A végén pedig nem jutunk el megint sehova. Igen. Tehát, hogy ott tartunk, hogy vége a világnak. Igen, de hozzáteszem, miért? Tehát, hogy megölt egyébként három ember. De igen, tehát, hogy ez se derült ki, hogy miért lesz vége a világnak. Tehát ott a démoni világban mégiscsak kedvükre kavargatják így a szabályokat. Igen, igazából igen. Tehát, hogy még koherens se. Igen. Tehát, hogy koherenciát nem lát az egészben. Tehát, hogy valahogy már ott lehetett látni, hogy tulajdonképpen megölt annyi számú embert, akit kellett volna, de egyiket mégse fogadták el. Igen, valamiért. Ilyen kifogása. Tehát ott már azért lehetett látni, hogy itt most akármit csinál ez a csaj, itt vagy kiderül, hogy halucinált, igen. És nem történik semmi, vagy tényleg vége lesz a világ. Viszont azt kell mondani, hogy minőségében, megvalósításában, színészi játékban, rendezésében, forgatókönyvilag és tehát, hogy írói szempontból ezek egyébként tök jó részek. Persze. Ezek tényleg jól meg vannak csinálva. Egy jó kis antológia. De ez egy antológia, de nem Black Mirror. Igen. Ezek különálló részek, és ezt így az ember így megnézi, érdekesnek tartja, esetleg néha el is gondolkodik rajta, de nem arról szól, amiért a Black Mirrorra ráfüggött az egész világ. Igen. És amiért várja folyamatosan évről évre a következő évadot. És amikor azt mondják, hogy bejelentik a hatodik évadot, és akkor mindenki tudod, hiába volt gyenge az ötödik, azért mégis kíváncsiak az emberek arra, hogy mik azok a
azok a csattanók, amik mégis egy ilyen White Christmasben ott voltak, érted? Vagy azok a, vagy tényleg azok a társadalom kritikák, amik ott voltak például a White Bear-ben, tudod, amikor rohant a csaj, és mindenki, mindenki fotózta, kivérült, kiderült a csaj, hogy igazából megöltek egy kislányt. Tehát, hogy teljesen más, hogy kiforgatja a világot, vagy amikor ott volt ez a miniszterelnök, akit ugye gyakorlatilag megfenyegettek azzal, hogy valami országnak a királynőjét, vagy nem tudom, ki fognak nyírni, hogyha hát, hogyha nem dug meg egy malacot, egy sertést. És akkor ott is ott van a dilemma, hogy mindenki arra volt kíváncsi, hogy hogy dugja meg azt a malacot, miközben az, akit egyébként fogva ejtettek, azt már rég kiengedték. Igen. És pont ez volt az eszenciális, ez volt a fantasztikus ebben a Black Mirrorban. Hogy nem is gondolsz arra, hogy te, aki nézed, te is úgy érzed, hogy bazdmeg ebben a szituációban pontosan ugyanígy tennél. Igen. Közben rájössz arra, hogy basszus, tehát tényleg mekkora birka vagyok. És erre döbbent rá téged a Black Mirror. De a hatodik évadban gyakorlatilag kaptunk öt tök jó részt. Az első rész az nagyjából oké, az Black Mirror, de itt nem történt nagyon semmi. És srácok, ez érdemes megnézni. Én mondjuk tökre ajánlom, mert szerintem egy délután alatt el lehet fogyasztani. Szerintem tök jó rész, meg hozzáteszem, vannak izgalmas részek benne, de Black Mirrorra senki ne számítson. Hát, én szerintem, mondom, a Black Mirrornak ott a Black Museum résznél ott vége van. Az a rész ott mindent elmesélt, abban a négy vagy öt történetben, ami abban az egy részben benne volt. Ott szinte minden benne volt, ami a Black Mirror. Igen, különben ez egy nagyon jó kis rész volt. Jó van. Na, viszont ez ennyi lett volna, kis rövid kis kibeszélő, aztán majd jövünk még valami mással is. Így van. Köszi, hogy néztetek minket. Sziasztok!